Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, elsősorban nyolcadikos végzőseinket a telesüli mai magyar óráján. Halmágyi Katalin vagyok, a Kolozsvári Református Kollégium magyar tanára. A mai alkalommal az elbeszélő szövegekről szeretnék beszélni nektek. Nem véletlenül használtam egy azon mondatban mindkét kifejezést, szót, hiszen erre szeretném felhívni a figyelmeteket. Mennyire mást jelent elbeszélni valamit, illetve beszélni valamiről. Ha az időjárásról beszélünk, az nem ugyanazt jelenti, mint amikor elmesélünk, elbeszélünk valamit. Arra kérnélek, hogy nézzetek rá a következő szófelhőre. Látjátok, nagyon sok minden van benne. Tér, elbeszélő, történet, kronológia, szubjektív. Nagyon-nagyon sok fogalom kapcsolódik az elbeszélő szövegekhez. Reményeim szerint néhányat ezekből az óra végéig sikerül tisztáznunk, megmagyaráznunk. Két kérdéssel indítanám a beszélgetésünket, az elgondolkodásunkat a témáról. Az egyik az az, hogy miért szeretik a kisgyerekek a mesét. Gondolkodjatok el azon, vajon mi lehet ennek a hátterében, és egészen nyugodtan a kisgyerekek szót helyettesíthetjük azzal, hogy felnőttek. Miért szeretik a felnőttek a mesét? Vagy akár azzal a szóval, hogy emberek. Miért szeretik az emberek a mesét? A másik kérdés, amire megkérném, hogy időt szánjatok, az, hogy mikor, miért, és kinek szoktatok ti történeteket mondani, mesélni? Sajnos a válaszaitokat én most nem hallhatom, de megkísérlem valahogy megválaszolni ezt a két kérdést. Az elsőt Boldizsár Ildikó mesekutató gondolataival válaszolnám meg. Ő azt mondja, hogy a történet éjség az genetikailag bele van kódolva az emberbe. Egyszerűbben fogalmazva azt mondhatnánk, hogy a vérünkben van az, hogy történeteket hallani akarunk, vagy akár történeteket mondani akarunk, szeretünk. Ha a második kérdésen is elgondolkodtatok, és megkíséreltetek választ adni rá, valószínű, rájöttetek, hogy a mindennapjainkban állandóan történeteket mondunk. A történet mesélés, a narrálás az életünk része, szerves része, fel se figyelünk rá néha. Ezen kívül viszont van a történet mesélésnek egy burkoltabb szerepe is az életünkben, és ezt Ottlik Géza, Iskola a határon című regényének egy részletével példáznám. Olvasom. Töprengve lépegettem barátom nyomában lefelé a lépcsőn, hogy mit is szólhatnék én ehhez. Valaha, amikor valami baj, rossz ízű kitolás, megaláztatás ért bennünket, éppen Szeredi találta ki a megoldást rá. Elmesélte. Szeredi Dani elmesélte, hogyan is történt, s az űrzavarból egyszerre rend támadt, a dolgok formát kaptak, s az élet értelmetlensége érthetővé vált. A regénnyel találkozni fogtok liceumban. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, hiszen egy fantasztikus regény. Látjátok, hogy ez a részlet példázza, hogy a történetmesélésnek van egy nagyon érdekes szerepe is az életünkben. Általa jobban megértjük a világot. Hogyan is történik ez? Hogyan lehet a történetmesélés a világ megértésének eszköze? Akkor, amikor valamit elmondunk, amikor valamit elmesélünk, akkor azt rendszerezzük, sorrendbe tesszük, összefüggést keresünk és találunk a dolgok között. Ha megtaláljuk az összefüggést, ezáltal megértjük, ha pedig megértjük, akkor jobban megismerjük önmagunkat is. És önmagunk által egymást és a világot. Nem erre törekszünk mindannyian? Összefoglalva, és egy kicsit történetileg is tekintve akkor az elbeszélő szövegek szerepét az életünkben, a történetek szerepét az életünkben, azt látjuk, hogy a történetmondásnak mindig is fontos szerepe volt. Így az irodalomnak az egyik legrégebbi szövegformája. Ugye találkozhatunk még leíró szövegekkel, ti is találkoztatok jellemzéssel is. Az elbeszélő szövegek
viszont már a kezdetektől ott vannak az ember mellett, részei voltak az életünknek. Cselekedeteket és történéseket beszélnek el ezek a történetek, és ebből adódóan izgalmasak, hiszen állandó mozgás és változás jellemzi őket. Most egészen röviden megkísérlem egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy akkor mit is nevezünk mi elbeszélő szövegeknek. Bármilyen közlést annak tarthatunk, amelyben egy elbeszélő, egy narrátor, vagy egy mesélő egy történetet mesél el, illetve ad elő. Következőkben egy nagyon kacifántos, érdekes kifejezést szeretnék tisztázni veletek. Bizonyára hallottatok már arról, hogy elbeszélő szövegekben érdemes megvizsgálni az úgynevezett narrációs tényezőket. Akkor, amikor elbeszélő szöveget alkotunk, akkor érdemes ezekre odafigyelni. Tehát nem csak vizsgálni lehet elbeszélő szövegekben, hanem ha mi készítünk elbeszélő szöveget, érdemes ezekre odafigyelni. Mit is takar ez a kifejezés? Kezdeném azzal, ami a legkevésbé látható, hiszen egy szövegben a szereplőkre felfigyelünk, még akár a helyszínekre is, az időt is érzékeljük, de nagyon sokszor az elbeszélői hangot, mintha nem is érzékelnénk. Akkor figyelünk fel arra, hogy hát itt van egy mesélő hang, amikor valami különlegességgel találkozunk. De mennyire fontos az, hogy a történetet kimondja el nekünk. Most ez a hang, az elbeszélői hang nagyon sokféle lehet. Találkozhatunk szereplő elbeszélővel. Ebben az esetben ő is része annak a világnak, amit bemutat, vagy amiről ő beszél. Általában egyes szám első személyű, ilyenkor a megszólalása. De megtörténhet, hogy nem része annak a világnak, kívülről tekint rá, kívülről szemléli, mutatja be, ebben az esetben kívülálló elbeszélővel van dolgunk. Nagyon érdekes az is, hogy lehet ez az elbeszélő, aki rátekint a világra, korlátozott tudású. Ilyenkor furcsáljuk, hogy lehet az, hogy aki mindazt, amiről olvasunk vagy hallunk, elmondja, mégsem tud mindent a világáról. Nagyon gyakran mi olvasók többet tudunk. Több minden kiderül számunkra, mint amit az elbeszélő maga tud. Ebben az esetben beszélhetünk korlátozott tudású mesélőről vagy történetmondóról. Ha mindent tud a világról, ismeri a szereplőit, szereplőinek a múltját, szereplőinek a gondolatait, sőt érzéseit is, akkor egy mindentudó elbeszélővel találkozunk. És hogyha véleményt is mond erről a világról, hogyha hozzáfűzi a saját gondolatait, akkor ez egy szubjektív elbeszélő, ha pedig tárgyilagos, távol marad, nem kommentálja az eseményeket, akkor viszont ő objektív. Példázni is szeretném ezt. Weber Anikó az Osztály vesztese című regényével. Ha nem olvastátok, ajánlom elolvasásra, hiszen nagyon jó ez a regény is. Ennek egy részletét olvasom most fel nektek. Tegye fel a kezét, aki nem írta meg a házi feladatát. Hallotta Emmy néni hangját, és érezte, ahogy egy kis gombóc elindul a torkából, lecsúszik a gyomrába, és megkeményedik. De ő sárkány, erős, bátor, és nem foglalkozik ilyen hülyeségekkel, gondolta határozottan, és makacs arccal jelentkezett. Kristóf, neked összegyűlt a 4 minuszod, ez 1-es. Feri körbenézett a teremben, Kristóf mellette ült. Éppen most mondta meg neki Emi néni, hogy 1-est kap a hiányzó házi feladatok miatt. Mégsem látszott az arcán, hogy megviselné. Bátornak tűnt és erősnek, nagyon irigyelte őt emiatt. Egyetlen oldalon belül változik meg az elbeszélő nézőpontja.
Olyan érdekes megoldás, egyeszem harmadik személyű a történetmondás, az elbeszélő mégis váltogatja a nézőpontokat, és ez az érdekessége ennek a regénynek, hogy az eseményeket, ugyanazt az eseményt több gyerek nézőpontjából láthatjuk, mintha belebújna a gondolataikba. Elmondhatjuk akkor, összefoglalva, az elbeszélő személyét illetően, hogy ő általában, ez a leggyakoribb, egyes szám harmadik személyű, vagy egyes szám első személyű lehet. Ritkább esetekben találkozunk olyan elbeszélő művekkel, amelyek egyes szám második személyű elbeszélőt szólaltatnak meg, vagy akár a többes szám első személyű megszólalás is megjelenhet, és ugyancsak egy regény részlettel példáznám ezt a hát ritkább elbeszélői hangot. Szabó Borbála a János Vitézkó című regényének egy nagyon rövid részletével példáznám. Kedves olvasóm, ilyen furcsa, meg is szólít bennünket, ugye? Rossz hírem van, a tökéletes olvasónapló további részeit e helyen nem tudjuk közölni, tudnélik, nagyon meguntam hallgatni. Már egyszerűen nem bírok odafigyelni rá. Ahogy hőseink, a négy Einstein is elkalandozott közben, gondolataik már rég az igazgatói irodában járnak, és mi is követjük őket oda. Ugye a részletnek a záró mondata már egy többes szám első személyű megszólalásmódot tartalmaz. A további narrációs tényezőkről beszélnék röviden nektek, ugye a tér és az idő problémájáról. Azt láthattátok tanulmányaitok során, hogy bizonyos művek teljesen elképzelhető, úgynevezett valós térben játszódnak. Vannak viszont olyan elbeszélő művek is, amelyek mesei helyszíneken, vagy helyszínekre kalauzolnak bennünket. Gondoljatok itt Petőfi János Vitézére. Valószínű, találkoztatok azzal a János Vitéz kapcsán, hogy Jancsi első útja főleg valós helyszíneken vezet át. Még el is tudjuk képzelni azt, hogy ő eljut Franciaországba, ám Iluska halála utáni második vándorútja már egyre inkább és egyre beljebb vezet Meseország területére, ekkor kerül ugye Óriásországba, vagy akár a boszorkányok tanyájára. Na most azt látjuk, hogy idő szempontjából picit különbség van, és különbséget tehetünk a terjedelem szempontjából is, hiszen vannak olyan művek, és ezek főleg a rövidebb terjedelmi művek, amelyek rövidebb időt is ölelnek fel, hiszen egy novella, mint amilyen Móricz Zsigmondnak a Hét krajcárja, rövidebb időt, idő alatt játszódik le, rövidebb időt, időnek az eseményeit mutatja be, egy délutánét. Az anyuka Hét krajcárt keres kisfiával. A nagyobb terjedelmi művek, a regények például, természetes módon hosszabb időt is ölelnek fel. És gondoljatok arra, hogy a kőszívű ember fiai, ugye Jókainak a regénye, vagy akár a családregények mennyivel hosszabb idő alatt játszódnak le? A generációk életét mutatják be a családregények. Na most arra kell figyelnünk, hogy azért általában ezek az elbeszélő művek függetlenül a terjedelmüktől kronológikusak, tehát az időrendet követik, és múltidejűek. Megtörténhet a jelen idő használata is, ez viszont jóval ritkább esetben. Ha ti alkottok elbeszélő művet, akkor is figyelnetek kell arra, hogy az idő síkok között ne ugráljatok, tehát ha múlt időt használtatok, akkor azt folytassátok a továbbiakban is, illetve hogy a kronológiát azért tartsátok. Az előbb említettem Petőfi János Vitézét, a tér kapcsán. Most erre példát is hoztam, példáznám is ezt. A János Vitéz két szakaszával, ismerősen fog ez csengeni.
A franciák földje gyönyörű tartomány, egész paradicsom, egész kis Kánaán. Azért is vásott rá a törökök foga, pusztító szándékkal azért törtek oda. János az erdőben mindig beljebb haladt, sokszor megállt a csodálkozás miatt, mert nem látott minden léptében nyomában olyat, amit látott Óriásországban. Látjátok, hogy a János Vitéz két szakasza, két teljesen más jellegű helyszínre vezérel minket, Franciaország, ugye létező ország, még akkor is, ha érezzük, hogy azért ez egy kicsit túlzás, ami ott történik. Óriásország az viszont már meseországnak része. A következőkben a szereplőkről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. A szereplők kapcsán néhány dologra kell odafigyelnünk, és pedig arra, hogy a különböző elbeszélő műveknek a szereplőit lehet tagolni fő- és mellékszereplőkre. Gondoljatok a valószínű általatok ismert Harry Potterre például. Ott a főszereplő, a három jó barát, aki fantasztikus kalandokon megy keresztül, nagyon sokan segítik őket, vagy akár akadályozzák, tehát mellékszereplők nagy számmal megjelennek ebben a regényben. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy akár csak a helyszínek kapcsán itt is beszélhetünk mesei és vagy valós szereplőkről, hiszen Toldi Miklóst el tudjuk képzelni, sőt, tudjuk is, hogy létezhetett, akár mondák őrizték meg az alakját. Rumini, a beszélő egér, viszont már érezhetően mesei szereplő. Most egy nagyon érdekes megoldás az, amiről már említést tettem, hogy maga az elbeszélő is beírhatja magát a történetbe, tehát ebben az esetben ugye szereplői elbeszélőről beszélhetünk, ekkor egyes szám első személyű lesz a megszólalása, és erre hoztam példát. Valószínű az általatok ismert Móricz Zsigmond Február holland nyár című elbeszélésből. Én fogtam a kosarat, megemeltem, jó nehéz volt. Édesanyám jól felöltöztetett és elindított. Elvittem a kosarat nagy szívfájdalommal, mert számítottam, mennyi jó rántotta lenne ebből a sok tojásból. Mikor beértem az udvarba, féltem a kutyáktól, de hogy sehol sem láttam egyet sem, csak bemerészkedtem. Hát látom én, hogy István bátyám a ház túlsó felén, az udvaron van, bőrbekecsben, és jön, megy, nyög, káromkodik, izzad, törölgeti a homlokát, és folyton öklendezik. A két kutya körülötte, de az öreg nagyon szenvedett. Ugye emlékeztek arra, hogy a Móricz elbeszélés a kisfiú nézőpontjából mutatja be az eseményeket, aki látja, hogy a gazdag rokon meglátogatja, és aztán próbálja érteni és értelmezni az eseményeket. A következőkben azt szeretném, hogy egy kicsit az elbeszélő műveknek a szerkezeti egységeit is érintsük, hogy megbeszéljük. Ezekkel a fogalmakkal találkoztatok már. Hogyha szerkezetileg vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy elkülöníthető 5 szerkezeti egység ezekben a művekben. Ugye van egy bevezetője, egy bevezetése az elbeszélő műveknek. Általában ez tartalmazza a szereplők bemutatását, felvonultatását, meghatározza a helyszíneket, vagy a helyszínt, illetve azt is, hogy mikor játszódnak az események. És akkor a következő mozzanat az egy olyan esemény, ami úgymond elindítja a tulajdonképpeni cselekményt. Ezt fordulópontnak nevezzük, és általában egy olyan esemény ez a fordulópont, ami kimozdítja a főszereplőt a megszokottból. Elindítja az eseménysort, ami a leghosszabb része ezeknek az elbeszélő műveknek, tehát a tulajdonképpen is cselekményt tartalmazzák, és a legfeszültebb pillanatba kerül, akkor, amikor ugye eléri a tetőpontot, amit lezár a megoldás.
Na most arra érdemes odafigyelnünk, hogy ezeknek a műveknek lehet több fordulópontja is, és pont azzal a művel példáznám, amiről az előbb beszéltem nektek, a Február hol a nyár című elbeszéléssel lehetne ezt példázni, hiszen több fordulópontja is van a történetnek, István bácsi megjelenése is az, de aztán a néni megjelenése is fordulópontként értelmezhető. Végezetül néhány elbeszélő műfajt sorolnék fel. A 4 év alatt találkoztatok ezekkel. Ugye az előbb említett regény, az egy elbeszélő műfaj, egyike a leghosszabb elbeszélő műfajoknak is. Azon kívül ugye ott a novella, ami az egyik legrövidebb elbeszélő műfaj, de ide tartozik a levél, ugye Mikes Kelement törökországi levelei, a mese, vagy az elbeszélő költemény. Az elbeszélő költemény lehet, hogy ugye néha gondot okoz, hiszen elbeszélő mű, és mégis versbe van írva, de mindaz, amit elmondtunk az eddigiekben az elbeszélő művekről, jellemzi ezt a műfajt. Szándékosan hagytam utoljára a naplót. És ezzel vissza szeretnék kanyarodni ahhoz, amit az óra elején mondtam nektek, és pedig ahhoz a gondolatomhoz, amit Ottli Gézával együtt fogalmaztam meg, és pedig a történetmesélés mint a világ megértésének az eszköze. Mit is jelent? A napló műfaján keresztül magyarázhatjuk meg talán a legjobban. Nem véletlen, hogy olyan sokszor és sokan mondják, hogy írjunk naplót. Mert akkor, amikor egy hosszú és nehéz nap után a gondolatainkat rendszerezni szeretnénk, leírjuk, időrendi sorrendbe helyezzük, vagy nagyon sokszor nem is időrendi sorrendbe, hanem fontossági sorrendbe helyezzük és vetjük papírra, akkor érjük el azt, amiről Ottli Géza beszél. Hogy a saját történetünk mesélése az valójában elvezet oda, hogy meg is értsük a dolgokat. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nagyon sikeres felkészülést kívánok, és még sikeresebb vizsgázást. A viszontlátásra!